Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, Mi van Natura vagy VNTV nézőit. Egészség befektető klubunkban 60 Galinával beszélgettünk. Szervusz, Galina! Szervusz, István! Már a nézők balhéztak, mert olyan régen voltál nálunk, és megígértük nekik, hogy befejezzük ezt az emésztőrendszeri dolgot, és utoljára, majd utána rátérünk a hivatás magánéletre, de hogy ők mindjárt föl tudják venni a szálat, ott hagytuk abba. A beleknél hagytuk abba. Az a patkóbél, igen. És a vékonybél, mielőtt átlép a vékonybél felső szakaszába, ugye elvileg azt elvártuk, hogy idáig most már az élelmiszerek előemésztődjenek, túljutott a gyomorsav, akkor az áruizmon keresztül, a pilóruszon keresztül bejutott a patkóbélbe, akkor itt megkapta az enzimeket, hasnyálmirigy, epe, stb. És akkor ennek a problémáit is végigbeszéltük, igaz? És akkor nézzük meg, hogy milyen az a tápanyag, és mik fogadják a vékonybél felső szakaszába a félig meddig már emésztett, vagy előemésztett táplálékokat. Az emésztőrendszernek felső szakaszaiba, és nagyon-nagyon fontos faktor a pH érték. És minden bél szakasznál vannak ilyen kapuk, ugyanúgy, ahogy a gyomor, ugyanúgy a nyombél, ugyanúgy a vékony bélnek is vannak, a vékony és a nyombél közti is vannak kapuk, és ahogy változik a pH érték az egész emésztőrendszer során, vagy a hosszába, így ezek a kapuk nyitnak, vagy zárnak, és továbbítják tovább a előre feldolgozott, vagy előre lebontott táplálékot. És ha visszatérve a problémákra, amit történnek mondjuk a bontás során, akár a gyomornál, akár a nyombélbe, ott már, ha problémákról beszélünk, akkor már a gyomorban sincs normális emésztés, nincs normális emésztés már a nyombélbe, ezáltal egy csomó toxin keletkezik, félig emésztett fehérjék, félig emésztett étel tovább halad a vékonybél felé. Na most, ha nincs normális emésztés már a felső traktusba, akkor ez a massza erjedésnek, rothadásnak indul, és egy csomó toxin keletkezik. Na most ez a toxikus massza halad tovább a vékonybélbe. A vékonybélbe mi a feladata a vékonybélbe? Elsősorban a felszívódás, amikor előemésztett. Na most a felszívódásnál, ha nem tudtunk lebontani apró, legparányibb részecskére az ételt, akkor ezekkel valamit kezdeni kell a szervezetnek, és sajnos, ha az elő a traktusban nincs normális emésztés, akkor előbb-utóbb gyulladásba fog jönni a vékonybél nyálkahártya, sok toxintől meg minden, és akkor a gyullad bél nyálkahártyánál, hát ott bizony olyan esetek fognak előfordulni, hogy a nyálkahártya, illetve a bélnek a fala áteresztővé lesz, vagy áteresztése megnő, és kialakul úgynevezett áteresztő bélszindróma. Az áteresztő bélszindróma az mindig azzal jár együtt, hogy nincs normális emésztés gyomorba, nyombélbe. És akkor vissza lehet menni, hogy miért nincs, múltkor ezt megbeszéltünk. Na most az áteresztő bélszindrómának vannak olyan tünetei, hogy bármilyen tünet összehozható, és az első, ami egyre gyakrabban van a mai világban, az a ételintolerancia. Az ételintolerancia mindig az áteresztő. Ne szaladjunk egy kicsit, mert jó? Most nagyon lent vagyunk már, oké? Okay. Tehát, hogyha megfelelő epe kiválasztás, ugye, ahhoz egyébként zsírok kellenek, olajok kellene. Zsírok, olajok, zsírok inkább azt mondom, és megfelelő gyomorsav is kell, mert ha nincs normális gyomorsav, akkor nem lesz normális epe kiválasztás. Ez annyira szorosan összefügg, hogy amikor nézzük, hogy epepangás van, nincs normális, hogy epe utak diszkinézés, ez általában mindig együtt jár a kevés gyomorsavval. Most már nem is mérik a gyomorsavat, régebben mérték. Most már. Tehát, hogyha valamilyen módon el tudjuk érni, hogy legyen epe kiválasztásunk, akkor az epe
sav, epesói, azok nagyon jó végig feltétlenítik a vékonybele. Amikor biológia tanulnak a gyerekek az iskolába, te nem itt jártál általános iskolába, igen, akkor úgy tanuljuk a gombákat, hogy rothadék lakók. Ugye? És akkor már is egy óriási ugrással ott vagyunk, hogyha az előemésztés nem sikerül, akkor azonnal megteremtjük a feltételét így a van. Kandidiázisnak. Az így van. Azok gombák, a rothadék lakók. Na most ezek a, ezeknek a táptalai általában savas közegű anyagok, azon szeretnek a gombák szaporodni. És a gombák és ott, ahol tápanyag van, ahol mi nem tudjuk megemészteni, lebontani, akkor jönnek a... És jön a következő nagyon fontos dolog, hogy a gombákat meg azért engedi meg a szervezet, az immunrendszer, mert a gombák képesek azokat a nehéz fémeket felszippantani magukba, ami egyébként az emésztőrendszerben nem hiányzik. De nem csak a nehéz fémeket, hanem ha megnézzük, múltkor azt hiszem valamelyik adásban beszélgettünk arról, hogy ha megnézzük a természetet, hogy a gomba hol van, ahol valamilyen szemetet le kell bontani. Így van, az erdő, amit az nem tisztítója. Így van, így beszélgettünk és erről, és mondtam is, hogy például a daganatos betegek szervezetében ott mindig van gomba, mindig van egy olyan gomba, ami kivétel nélkül ott mindegyiknek. De ha a gombát elpusztítjuk valami módon, és nem gondoskodunk arról, hogy a nehéz fémek is kiürüljenek, akkor mindig ott lesz, hogy újból gombát tudjunk termelni. Sőt, olyan érdekes, hogy az utóbbi időben volt szerencsém egy olyan eljárással megismerkedni, ahogy nagyon-nagyon mélybe lehet beletekinteni, hogy mi is van, és kiderült, hogy számomra ez egy új információ volt. Ez a 8D szkenner, vagy mit mondtál? Hát egy 8D, igen, 8D gép, ez egy kvantum készülék, orosz fejlesztés. Da. És ami nagyon érdekes, hogy a patogén flóra az mindig kolóniába él, és egyik segíti a másikat, egy szimbiózisba, és van egy fajta gomba, ami megteremti a feltételeket a többi lakónak, amelyik a szimbiózisban van. És hiába például mondok egy esetet, hogy egy gombora... Színegista bacik nem, azok is kolóniába. Azok is kolóniába laknak, minden, hát amit a természetben van, ha megnézzük, nagyon jó össze van rakva. Az egész, hogy nagyon érdekes, hogy van egy olyan probléma, hogy vagy a gyomorfeké, vagy refluxos tünetek, és akkor nagyon, amikor nézzük, hogy mi is van ott, akkor nagyon sokszor a helikobakter, erről is beszéltünk, és van egy gomba fajta, ami megteremti ezeknek a helikobakternek a táptalaját. És ha a gombát megsemmisíted, akkor megsemmisül ez a baktérium. Azt mondtad a helikobakterrel, hogy igazából a patkóbélben, ha van, az van. Nem probléma, hanem mivel a pilórusz nem zár rendesen, ezért képes fölkerülni a gyomorba, és a gyomor falba, tehát a gyomor nyálkártyába beépülve. Igen, mert nem szereti a helikobakter... És a savképzőket azokat... Leblokkolja, igen. És a helikobakter nem szereti a savas közeget. Ha jó, erős a gyomorsav, akkor soha nem lesz egy ilyen túlszaporodása, mert végül is a helikobakter sem flóránknak egy része. Ezért kaptam olyan visszajelzéseket, hogy aki kombucsát fogyasztana, egy 8-2-4 között van a pH-ja, ott megszűnt a kombucsa fogyasztás kapcsán a helikobakter a gyomorban. Na, hát látod, ennyi hogy minden összefügg, igen. Ugye ezt gondolom, az almaecet ugyanígy megteszi, mert azt mondják rám, hogy én kombucsa aktiváltó vagyok. Jó, nem mondjunk. Hát ez a te terméked, úgyhogy itt a reklámai. Csak, hogy lássák, hogy nem csak ez a megoldás, tehát hogyha ha tudok sem. Valóban, amikor a gombás fertőzésekre beszélünk, akkor mindig oda kell figyelni arra, hogy miért van ott. Miért van ott a gomba? Uh-huh. Nagyon sokszor a hasnyálmirigynek az amiláz enzim hiánya, amikor mondjuk a hasnyálmirigynek a probléma enzimatikus gyengesége sok esetben akkor szokott előfordulni, amikor a kivezető csatorna, tudod, a hasnyálmirigy kivezető csatornája, mondjuk beömlőnyílás. Igen, beömlőnyílás, mondjuk el van dugaszolva, vagy valami miatt kialakul a diszkinézis, a nem akkor adagolja, és nem ilyenkor, és nem ennyit, akkor nem kap a patkóbél annyi enzimet, amennyi kell, és akkor, ha éppenséggel a szénhidrátba dús ételeket fogyasztunk, akkor ezt nem tudjuk maradéktalanul lebontani, akkor a gomba az azért jó, hogy segítsen nekünk lebontani azt a szénhidrátot. Uh-huh. Ez az egyik.
A másik, amikor nagyon sokszor az enzimatikus gyengeség azért alakul a hasnyálmirigybe, nehéz fém terhet, mert például a hasnyálmirigy, a pajzsmirigy, az a két olyan mirigy, ami az összes toxint, nehéz fémeket magába szívja. És nagyon sokszor le van blokkolva a hasnyálmirigy működése a nehéz fémekkel. Mikkel? Ha megnézed, az evőeszközünk tele vannak. Hát a régi lábosaim mindig kelek voltak. Igen, igen. Úgyhogy ez is hozzávezet. De a nikkel nem is nehéz fém, de mégis... De mindegy, a fém, igen, a nikkel. A nikkel ezt nagyon le tudja blokkolni a hasnyálmirigy működését. Még ez szokott lenni, hogy amikor az epébe homok van, a epehólyagban, és valamiért kinyomja, és pont ez a beömlő nyílások egymásra szembe vannak, és sokszor van, hogy oda átmegy valami. Átmegy, így van, bizony. Nem bizony, tud ürülni, bizony. De ez nagyon gyorsan... Most azért bizonytalanodtam el, mert hogy nem tudom, hogy a véráramba az inzulint nem ezen a csatornán keresztül nem. Tehát, hogy az nincs hatása. Nem, ez a külső működése, vagy a külső funkció van. Belső elválasztási mirigy, és a hasnyálmirigynek az inzulin, ez a belső elválasztási funkció, és van a külső, amikor a bélbe üríti, van a patkabélbe. Fontos kérdés, nem tudtam, hogy senkitől megkérdezni, most tőled megkérdezem. Gondolod, hogy én tudok? Szerintem fogod tudni. Az a lényeg a dolognak, hogy itt mindig savas, lúgos táplálékokról beszélnek. Igen. De ugyanakkor az előbb említetted, hogy a legfontosabb, hogy különféle emésztő traktusokban mennyi a pH. Igen. És ugyanazt a könyvet olvassuk, amit itt kint az Agyépítők című könyve. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó könyv. Igen. És egy fél mondata volt egy utalás rá, hogy például a bőrünknek a pH-ját is az ott élő baktériumok állítják be. És akkor most jön a nagy kérdésem, hogy mi a véleményed arról, hogy mi a dominánsabb, hogyha megfelelő mennyiségű szinergista baktérium van mondjuk abban a emésztő traktusban, ahol kell lenni, igen, akkor a pH-t azok a baktériumok anyagcsere terméke állítja be, vagy minden esetben az ott lévő táplálékok pH-ja határozza meg. Melyik a dominánsabb ebből a szempontból? Hát én úgy gondolom, hogy a bennünk lévő baktériumok azoknak dominánsabbnak kell lenni. Nem savaska, lugoska, hanem az, hogy a bacikat milyen szinten tartjuk, mert a szinergista baktérium, ha megfelelő, akkor ő tartja ezt a pH-t, hogy az enzimek... Nem véletlen, vannak olyan emberek, akiknek jó a bélflóra, jó az alapanyag, ami benne van, és bármit meg tud enni, semmi baj nincsen. Viszont ha egyszer ez megsérül, akkor az... Ezt én is így gondolom, de onnantól, hogy a bacikat egészségesen tartjuk, akkor ez a pH dolog is megoldódik a szervezetben. A másik az enzimek. Ugye azt mondjuk, hogy meghatározott mennyiségű enzimmel születünk, igen, és ha ezek elfogynak, akkor utána enzimhiányosak leszünk, ezért kell pótolni. Olyan táplálékot kell fogyasztani, ami tartalmazza a növényi eredetű enzimek. Ez nagyon fontos, hogy növényi eredetű legyen. Ma a tudomány mennyiben változik ezzel kapcsolatosan, hogy a szervezetünknek van-e enzimpótló képessége hosszú távon? Én úgy gondolom, van. Van. Én úgy gondolom, szerintem. Van. Én úgy gondolom, van, és annál is inkább, mert az összes problémáink akkor jelentkeznek, amikor a szervezetünk a szennyezettségi szintje megnő, egy csomó szemét lesz bennünk a sejtközti állományban. Erről már azt hiszem a múlt adásban beszéltünk is. Tehát igen, amikor a sejtszintű megtisztításról beszéltél, igen, akkor mondtad el, hogy ha az intracelluláris részekben már toxinok vannak, ha onnan nem tudod kitisztítani, akkor a sejten belüli, tehát extracelluláris, tehát intracelluláris vizeket, igen, csak úgy tudod a... Igen. Na most tévedés ne essék, hogy a patogén flóra, minden betegség ott kezdődik, hogy szennyezettség, jönnek a bacik, a férgek, az egysejtők, a toxinokra jönnek. Nem azért jön, hogy most megfertőztünk, hanem olyan szennyezett a szervezet, hogy ezek jönnek azért, hogy van táplálék, és segítsen nekünk ezek. De csak ők is közben, vagy ezek is közben toxinokat termelnek. És egyre több a toxin, egyre több az élősködő lesz, és az egész a végén már eljutunk egy olyan szintre, hogy megbetegszünk. De ha mi tudjuk, hogy ezek a problémák, akkor ez ellen tenni is lehet, mert egy dolog, hogy akkor megyek az orvoshoz, vagy egy természetgyógyászhoz, vagy valami gurúhoz, hogy gyógyítsa meg, de ő se tud semmi, nincs olyan, hogy valakit gyógyít. Mi magunk meg tudjuk ezt tenni, ha úgy tesszük, hogy eleve úgy táplálkozunk,
tisztítunk magunkat, ugyanúgy, hogy a kocsit elvisszük szervizbe mondjuk fél évente, évente, de magunkat soha nem tisztítjuk. És ha nem engedem, hogy elárasszon bennem engem a toxin, akkor szépen lassan ki lehet mindenből mászni. Jó, ide vissza fogunk térni erre, hogy az ember mit tehet magáért, tehát ott tartottunk, hogy a bélnyálkahártya, aminek az a dolga, hogy szivárogjon, mert ezen keresztül kapjuk a tápanyagot, ilyen lyukak keresztelne rajta, és ezáltal a tápanyag bekerül a véráramba, nyirokrendszerbe, mindenhová, és folyamatosan gyulladás keletkezik a szervezetben. Pillanat, igen. Hogy igen, hogy áromolja, hogy a lukok vannak, csak nem mindegy, hogy mekkora lukok, és amikor beszélünk arról, hogy a normális esetben ezek a lukok nagyon picikék, és ezeken a lukokon keresztül csak olyan szétbontott anyagok tehát jutnak már ki. Lebontott tápanyagok. Igen, vannak. Lebontott a tápanyagok, amelyeket aminosavak például át tudnak menni, de amikor ezeket nagy töredékek, amik még nincsenek lebontva, és kikerülnek ezeken egyre nagyobb lukokon keresztül, bekerülnek a véráromba, és ez antigénként jelenik meg a szervezetbe. A mi immunrendszerünk ezt észreveszi, hogy mi az immunrendszernek a feladata. Megnézni, leszűrni, mi az, ami az én DNS struktúrámmal rendelkezik, hogy ez a fehérje, mert általában a fehérjek azok a legveszélyesebb, hogy ha ugyanolyan, ha aminosav van, észreveszi, hogy aminosav, akkor azt átengedi, de ha egy fehérje vagy fehérje töredéke, és nem olyan géninformációval rendelkezik, mint az én sejtjeim, akkor egyből észreveszi, hogy aha, itt van egy betolakodó, és akkor ez ellen termel egy ellenanyagot. Antitestet, ami antigén antitest egy olyan komplexot hoz létre, ami gyulladási faktor a szervezetünkbe, és ezek tulajdonképpen rengeteg helyet tudnak csinálni gyulladást. Ez vezet el az autoimmun betegséghez? Is, nagyon több, sok... igen. Ilyen. Igen, nagyon sok a autoimmun betegség hátterében ezek az immunkomplexek, ezek nagyon nagy szerepet játszanak. A szervezetünkön belül kialakul ez a gyulladási faktor, igaz? Így van. És ugye például a magas vérnyomásnak is egy gyulladás, érfalgyulladás, szív- és érrendszeri betegségek. Minden, ugye, igen. És minden. Akkor nem ezzel foglalkozunk, mert ez az ok. Igen, mivel foglalkozunk egy tűzoltással, ugye? Kitekerjük a lámpát. Igen, és akkor nem világít. Adunk acegátót, stb. Vizet hajtunk, de hogy az érfal mitől van begyulladva, hogy ez hogy senki kéne, nem foglalkozik, az nem foglalkozik. Nem foglalkozik, igen. És nem véletlen, hogy a minden az emésztő, a belekkel kezdődik minden. Tehát bármilyen betegség van, vagy bármilyen probléma van, mindig meg kell nézni az emésztőrendszert. Az élet a belekben lakik. Nem és a halál. Ugye ideig mindig azt mondtuk, hogy halál. És ezzel létre is hoztuk annak a tudását, hogy a halálos az emésztés. Igen. A programot megfordítjuk, az élet a belegben lakik. És innentől igen. Teljesen más. Menjünk tovább, ugye eljutottunk a vékonybélen keresztül, ott vagyunk egy következő kapunál, ahol találkozna a vastagbél. Ez egy nagyon-nagyon fontos állomás. Ott van egy záró kapu szintén, és nagyon sok probléma ott szokott okozni. Ott van az a vakbél is. Nagyon sokszor, amikor vakbél gyulladás van, akkor azt kiműtik, ugye? Ezt a szlipály kiská, vagy hogy mondjak magyarul? Féreg nyúlvány, igen, és ott nagyon sokszor megakad a táplálék, vagy a massza, és elszaporodnak a patogén, akár egy sejtő, akár a férgek is nagyon sokszor van ott, és nagyon sokszor a gyulladás ezzel van kapcsolatban. És a gyulladás az egy olyan goc, ha nem működik rendesen az emésztés, akkor nagyon sokszor ott van a gyulladás, ott van a goc, ott szoktak megműteni, ha van egy vakbél gyulladás. Na most ez egy olyan hely, ahol a bélnek az immunrendszer egyik legfontosabb része van. Most akkor megműtik, kiveszik a vakbelet, és akkor vagy féregnyúlványt, és akkor megszűnik a bél. Ez ugyanolyan, mint a torokba a mandulát kiveszik, ugyanolyan mandula van ott a két bél találkozásánál. Ebben a féregnyúlványban születnek meg a baktériumok is, nem? Tehát ott vannak a kis baktériumcsírák, az a szülőhelyük. Igen, ott van a bélflórának, ott van a legnagyobb
kolóniák ott vannak a vékonyság. Hogy mi igen, kell. Adatban így van, így van. A vékony és a vastagbél találkozásánál ott illetve van. Illetve a vékonybélben és a vastagbélben teljesen más baktériumok így van, vannak. Így van. És ő az nem engedi oda-vissza vándorolni a bacitát. Kivéve, ha úgy táplálkozunk, hogy például olyan, ha megnézzük, hogy most a készételek közül, hogy mennyi glukózt tesznek bele, azzal etetik olyan baktériumokat, amelyek följönnek a vastagbélbe. Őket hívjuk firmicutes baktériumoknak. Igen, és akkor akik, ezek följönnek. Igen, táplálkoznak, igen, és akkor följönnek a vékonybélbe, és ezek okozzák a puffadás, a gázasodás. Nagyon jó kérdésem, ugye? Na. Ugye a vékonybélnek és a vastagbélnek való bacikat egyformán szedjük be szájon keresztül, igen, igaz? Igen. Most látjuk, hogy igazából oda fönte nem kellene a vastagbél becik, és ugye én már rengeteget tanultam pontosan ukrán és orosz természetgyógyászoktól, hogy a vastagbél rendszer sokkal könnyebben elérem a végbélen keresztül. Például, hogyha van ilyen lötyi probiotikumom, azt egy ilyen beöntéssel. Kis... Beöntéssel. Nem beöntéssel, van ez a arcápoló, nem szoktam lányok igen, használják. Igen. Azt beáztatom, igen. Szét a farkofát, és migrációval ugyanúgy bejutnak. Tehát, hogy tudok csinálni kúpok, de sokkal egyszerűbb. A kérdésem... Na végre, találtam egy olyan embert, akivel lehet, ha tudod, mert mióta foglalkoztat ez a téma, hogy kúpokon keresztül kellene. De akár beszéltünk arról is, hogy akár tanítani, mindenki otthon meg tudja csinálni. 10 éve készítettünk el még dr. Nagy Gézával, ő egy igen? fantasztikus természetgyógyász, egy olyan kúpnak a receptjét, ami a prostatát közvetlenül ugye, na, tudja. Végbélen keresztül tudja kezelni. Hát ott van a prostata mögött, így van, a fal így mögött. Van, így van. Átlagos szó se lehet, azért, mert működik. Persze, persze, azért működik. És igazából ez a kérdésem, hogy a kombinált probiotikumokból azok, aminek le kell jutnia, nem elpusztulnak ezek a hosszú út alatt? De. Nagyon de. Sokszor úgy van, hogy elpusztul egy csomó. A gyomorsávon keresztül, meg a felborult pH miatt, aha. és nem jut neked, csak a töredéke. Nagyon sok probiotikum van a piacon, de nagyon kevés életképes van, és nagyon kevés. Tulajdonképpen a probiotikum kolóniák is valamilyen mennyiségben vannak bennünk, csak ha nincs megfelelő körülmények, táptalajuk, akkor nem fognak elszaporodni. Na most a két a legfontosabb probiotikum az Acidophilus és a Bifidus baktérium, igen, a laktobaktérium és a Acidophilus Bifidus is. Igen, az egyik a vékonybél, a másik vastagbél törzs. Nos, ha ezek két élőképes törzs van, és ha ki van tisztítva a bélrendszer, a speciális eljárás, erről beszéltünk azt hiszem egyszer, hogy mennyire fontos kitisztítani megfelelőképpen, megfelelő eljárással a vastagbelet, akkor ezeket, ha eljuttatjuk, akkor saját magától elkezdenek ott szaporozni a tiszta bélbe, és meg tudnak telepíteni azokat a helyeket, ahol nekik valók. Most ebben a közös könyvünkben ugye pont ezt olvastuk, hogy 9-10 féle baktériumot vizsgálnak esetleg, és ezzel szemben 15 ezertől 25 ezerig van azoknak a baciknak a száma, ami az emésztőrendszerünk bejön, és ha megfelelő táptalaj van, akkor, és jön a kérdésem, hogy ezek a bacik képesek olyanokká átalakulni, amikre szükségünk van egy biotranszmutációs folyamat által. Így van. Ez ugyanolyan, emlékszel, egyszer volt egy olyan adásunk, amikor a fermentációról beszéltünk, és hogy ez mekkora csoda a fermentáció, hogy egy hideg fúzió, hogy olyan vitaminok jönnek létre ásványanyagot, nyomelemek, ami az eredeti mondjuk zöldségben vagy a növényben nem volt. Nem hogy... is volt. Igen, igen. Ezt ugye hidegfúziónak hívja a fizikus, mi meg biotranszmutációnak. Na hát ugyanúgy történik a mi beleinkben is. Egyébként nagyon érdekes esetem volt egy nagyon súlyos beteg, aki most nem akarok itt kertelni, egy daganatos beteg volt, megnéztük az immunrendszere, a belegben, mindenhol baj volt, és mondtam nekik, hogy
csinálnak egy beöntés, a probiotikus beöntés, nem száján keresztül, hanem végben keresztül beöntés. 10 napig csinálták, és amikor jött, nem akartam elhinni, hogy mennyire megváltoztak az értékei. Úgyhogy ez szerintem ez egy jövő lesz, hogy a beöntés vagy kupokon keresztül, mert ez egy nagyon-nagyon... Sokkal rövidebb az út, és így van, így van, és már ott is van, és nincs olyan agresszív szféra, amelyiken keresztül át kell mennie. Kettős hatás. A beöntéssel kimosod azt a gombás, nehézfémes trucsmákot, bocsánat, csúnyán fogalmaztam, és viszont vissza-vissza a szinergista flórát, és valami módon az talál táptalajt magán, például rozsban gazdag táplálkozás, stb., akkor ő fogott elterjedni, és már is ő rendben. De azért mondom, hogy először meg kell, hogy előzze egy normális béltisztítást. Egyetértünk. Nem a bélmosást, nem a kolonhidraterápia, hanem egy normális, egy olyan béltisztítás, ami a bélredőkbe és a megkövesedett évtizedek alatt ott lerakodott maradványok vannak. Óriási hatás van egy ilyen tisztításnál, és utána visszatelepítésnek, a bélflóra visszatelepítésnek. Divertikulumoknak hívjuk ezt, tudod, a vastagbél kitüremkedések. És akkor a vastagbél azok a kirümtő, ezek divertikulumok, ahol gyulladások vannak, vagy ahol kinyomja, így van, így van. De a vastagbélnek a redői, ahogy így megy, ott is nagyon sokszor, ahol a bél kanyarul, múltkor beszéltünk erről, van egy májkanyarulat, van egy lépkanyarulat, ezekbe a kanyarulatokba szokott megrekedni a széklet általában, akinek ilyen nemisztési problémái vannak, és ez a kanyarulat már nem csak így néz ki, hanem így néz ki, mint egy zsák. Nos, ez nyomja a belső szerveket, óriási károkat okoz a szervezetnek, és most, ha kitisztíted rendesen, és ezeket is kivezeted, akkor kellene telepíteni a baktériumflórát. Egy utolsó is elnézés, mert ezt el kell mondanom. Török Szilveszter professzortól tanultam valamit, amit most átadok itt a nagy közönségnek. A legtisztább az, hogyha beleülünk egy kád vízbe, a kamera nem fog ezt remélem mutatni, de ugye úgy kezdődik ez a, itt van a vékonybél vége, és akkor felszálló vastagbél, és akkor elkezdjük így masszírozni, de meleg víz még kitapintható a vastagbél, és elkezded így masszírozni. Tehát egyszerűen fogod is ezekből a kis redőkből, szépen kipasszírozod a cuccot, egészen odáig, hogy szép lassan jössz, és elérsz ugye a haránt, leszálló vastagbél, és utána és valami szigmabél, igen, de azt mondja, hogy azért itt a genitáliáknak sem árt, és itt jössz alhasson tovább, és azt mondja, hogy hát először 5-ször megcsinálod, aztán csináld meg 15-ször, na most én megcsináltam, és már az első alkalom után sokkal több széklezet üdítettem, persze, mint ami indokolt. Tudod, mennyi székletet, amikor valaki csinál egy ilyen normális béltisztítást, volt aki 27 kilót veszített el, ennyi volt benne. Azt hittem, hogy rákakilt a mérlegre, de tudod, hogy milyen horror Isten, jön ki, megszoktak, leszoktak fényképezni, hogy mi jön ki. Az összes krónikus beteg, autoimmun beteg, ha kitisztítja, horror mi jön ki a belegből. Horror. Van egy olyan nagyon érdekes, és lehet, hogy el fogom neked küldeni, és akkor fölteszed akkor esetleg az adásba. Egy nagyon-nagyon picike kis promofilm van, hogy néz ki a vastagbél belseje a különböző betegségeknél. És akkor van, mit tudom én, a melldaganatos, a sok ízületi gyulladásos, meg mindegyiknek gyulladt, szörnyön néz ki. És nem az van, hogy a bele akkor lett ilyen, amikor ő beteg lett, hanem a bél állapota megelőzte a betegséget. Úgyhogy érdemes ezen elgondolkodni, hogy mennyire fontos a emésztőrendszer tisztítása. Igazából az egész beszélgetésünknek, hogyha az a kedves nézőbe kivilágosodik, hogy amikor elmegy orvoshoz, és mindenféle bőrbaja van, ekcémája, bármi. Ettől van. Eljusson odáig, hogy az emésztő rendszerét, ha rendbe teszi, akkor megszabadul a betegségének nagyon sok eltűnnek, nagyon sokszor eltűnnek a bőr problémák. Megyek tovább, meddőség.
tud, hány páciensen van neki a bél? Nem. A bél, ugyanis ha a vastagbélet nézzük, ugyanúgy azt mondtad, hogy a prostatára is nyom. Ugyanúgy tud petefészket nyomni, ugyanúgy, ha megvastagodott, eltömbödött vastagbél, tudja a genitáliakat, a méhét nyomni. Az egész a bélben lévő toxin és patogén flóra át tud menni. És csak a bél tisztítás után, és tovább folytatja, hogy nem egy, nem két olyan esetem van, hogy teherbe esik a nő is. Most is volt egy ilyen esetem, hogy kaptam egy levelet, hogy megszületett a kislánya. Én is kaptam, de frász kaptam. ez a vicc része volt. Viszont nagyon fontos tudás, ami úgy szintén Szili papá, török szilvesztertől, de az oroszok tudása, mégpedig ez a migráció, amiről mi egyszerűen nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni, hogy két bélfal találkozik, és érdekes módon nem körbe megy a cucc, hanem képes a falon keresztül átmigrálódni. Például ugye, hogyha ha a vastagbél, a végbél el van szennyezve, mögött ott a prostata, így van. Vékony így hártya van, válasz el, így van. Erről beszélek. Átmásznak. Amikor kitisztítod normálisan a beleket, akkor egyszerűen egy csomó minden megszűnik. Múltkor beszéltünk arról, hogy az egyik adásunkban volt, hogy a vastagbélnek különböző részei, különböző szervekkel van kapcsolatban, és nem csak ahogy érintkezik is. Hát, ha ezt nem tisztítod ki, akkor nem várhatsz az, hogy ez a szerv az jól fog működni. Na, és akkor igazából most, hogyha eljutottunk a végbélnek a legkülső szakaszáig... De várja, a végbél legutolsó szakaszában erről is van egy nagyon-nagyon jó információ. Azt szerintem múltkor szintén beszéltünk arról, hogy mennyire fontos, hogy akinek olyan problémái vannak, hogy akár asztmatikus köhögése, akár visszatérő torokgyulladása, ordugulás, fül problémája, fejfájás, akár homloküreggyulladás, nagyon sokszor a vastagbél, a végbél szennyeződése áll kapcsolatban, ugyanis a végbél környéken lévő vénás keringés az nem a májba megy tisztításra, hanem jobb kamra, tüdő, és ez az egész egy keringési kör. Na most, ha ott problémák vannak, vagy mondjuk valakinek aranyere van, nem... Vegyük hát még egyszer. Tehát a végbél záró izmát körülvevő ér, az nem a... Nem a májba megy tisztításra. Az egész vastagbélnek a vénás keringése a májba megy tisztításra. Igen. De az utolsó szakasz, ami a anusz környéke, az nem a májba megy tisztításra, ez a vénás keringése. A jobb pitvar, jobb kamra, a tüdő, és a tüdő is, innentől ez egy keringési kör. És akinek mondjuk gyakran eldugul az óra, fül problémái vannak, gyakran torka fáj, meg aszmatikus köhögés. Aszmatikus köhögés. Olyan... Nem véletlenül, akinek vastagbél daganata van, mi lesz a következő áttét? Tüdő. Nagyon gyakran a tüdő áttétre. Azt hiszem, ez ugyanez a keringési kör. Van egy kedves ismerősöm, mesélte, hogy olyan erős aszmatikus köhögése van, hogy a végén úgy szűnik meg, hogy beleájul. Tehát a szervezet kikapcsolja. Azt mondja, képzeljem el, hogy... Meg kéne nézni, hogy mi van a vastagbélben, ki kell tisztítani, és utána majd lehetne. De érdekes, hogy egy pár évet eltöltöttem. Sőt, nagyon gyakran aszmatikus köhögés hátterében egy parazita van, egy ascaris lárvái vannak. A hátterében. Nagyon-nagyon sokszor. Nagyon sokszor. A parazitákat mivel ölöd egyébként? Hát különböző szerek vannak, a gyógynövény kivonatok vannak, amit szoktunk használni a parazitákra. Van erre új technológia, ennek a 8D-s gépnek szintén, de mindig az a fontos, hogy akár a parazitákra, akár a baktériumok, a koros baktériumokra mindig több szinten kell hatni. Anyagszinten adok valami szert, és információ szinten is nagyon fontos. Gondolatokat. És nem tovább táplálni. És nem tovább táplálni. A táplálkozás az nélkülözhetetlen, igen. Jó, most itt, hogy
belecsaptunk a lecsóba, ez egy magyar mondás, nem kell értened feltétlenül. De jó, hogy lenne most a lecsó. Nem rossz. Tudsz már lecsót főzni? Egy persze, hogy tudsz. Ahogyne. Nagyon régóta. Oroszok esznek lecsót? Tudod, mit csináltam most? Ezt talán mondtam, ugye? Hogy a savanyú kávasztam, most a só nélkül. Igen, most lesz. Igen, most csináltam. Na, a következő adást a fermentációra szálljuk, most nem is akartam ide belevonni. Én inkább arról szeretnék veled beszélni, hogy most már lassan mi is 8 vagy 10 éve ismerjük egymást, igen, igaz? Tehát, igen. Hogy a nézők révén... Így öregszünk, úristen. Hát csak a néző öregszik, még nézd be, jobban nézünk ki, mint 10 évvel ezelőtt. Tudod, igen, mert... gondolod? Oh. Én tudom, gondolom, tudom. Na, nem tudom, hány ezer beteg volt már a kezed alatt, ugye? Nem számolom. Nem számolod. Uh-huh. Viszont a tapasztalataidat, a tudásodat, a velük való konzultáció, meg a megfigyelések árán szerezted. Ez a legnagyobb. Ez a legnagyobb kincs, mert könyvekből akarsz, nem lehet. Oké. Viszont itt az idő most vagy soha. Én, ha néző vagyok, hallgatom itt ezt a párbeszédet. Először is a Jakab miért beszél annyit? Ez az első igen, gondolat. Igen, már sokan kérdezik, hogy miért. Hogy mondod? Sokan kérdezik, hogy miért. Miért beszél annyit? Ez egy olyan téma egyébként, amiben, bocsánat, de én is ugye most évtizedekig belástam magam, és el kellett mondanom a saját. Lehet, hogy egy más aspektusból is meg tudom közelíteni. Persze. A másik az, hogy ezt a tudást milyen módon tudná Galinától átvenni. És akkor ugye most már hosszabb győzködés után... Igen, szépen után, lassan. Igen. Hosszabb, tehát most már megvannak azok a kis kiképzett kis gárdád, aki azt a tudást, azokat a műszereket meg tudja már tőled megtanulva, tapasztalva, hogy tudják, tehát nem elveszted a betegeidet, hanem egy kicsit a következő sornak átad, nem tudtam jár jó szót találni, a segítőidnek átadod. És akkor itt az idő, hogy végre ezt a tudást viszont természetgyógyászoknak, érdeklődőknek, azoknak, akik meg akarják érni, hogy a betegségüket hogy tudják megszüntetni, átadjad. Megelőzni, igen, megelőzni. Tehát a másik majd mondás, mindig ugye... többet, bocsánat, hogy közben vagyok, mindig többet dolgozok, mindig többet láttam a problémákat, annál jobban erősödik bennem az a elhatározottság, hogy ezt tanítani kell, hogy ne engedjük eljutni odáig, hogy el kell menni az orvoshoz. Egy gyönyörű szlogent kapsz tőlem most ajándékba. No. Jó, annak az a neve, hogy a megőrzött egészség, igen, a legyőzött betegség. Ugye, mert ha megőrzöd az egészségedet, akkor nem lesz betegséged. Akkor le van győzve a betegség, igen, és ezt nyugodtan használja. És ezt mindenkinek, saját magának kellene vállalni a felelősséget. Mert... Ez így van, ezt többször elmondtad már, hogy csak úgy van, hogy beül hozzád és tőled vár minden, ezt felejtsük el, hogyha ő nem hajlandó semmit értetenni, akkor... És inkább azt kellene tanulni, hogy ne jussunk el odáig, hogy el kell menni az orvoshoz, vagy egy természetgyógyászhoz. Jó, akkor most kírunk ide egy kis címet, ahol a tanfolyamaidra lehet jelentkezni rajtad keresztül, igen. És ha valaki gyógykezelés akar elmenni hozzád, akkor azok bejöttek. Most én nyáron nem fogok dolgozni, és egyre jobban mondom, egyre jobban abban az irányba akarok elmenni. De a kis hogy csapatodnak nem tudnak eljutni. De. Hol érik el? Van-e a konzultáció kukac60galina.hu? A konzultáció, kiírtuk ide, konzultáció kukac60galina, és a tanfolyamokra, igen, meg ide az infokukacra nálunk. Igen, még a Facebookon is lehetne, de nálatok is lehet jelentkezni, úgyhogy most nyáron ez lesz a műsor. Én nagyon boldog vagyok vele, hogyha elmentek Galinához, hogy bárhova, elég sokan jelezték már vissza, és megkérdezik, hogy na és hányan jöttetek a VNTV-től, és a csapatnak fele 60-70% az. Nagyon jó. Az a egyébként elég sokan szoktak lenni. Most is csináltunk egy 5 alkalmas egészségterv tanfolyamat, és elég sokan. Egészségterv, jöle. Ezt az előző adásban. Igen, sok természetgyógyász volt, meg megkaptak a receptet, hogy lehet. Uh-huh. Jó, a következő adásra fogunk a fermentációról beszélgetni, nagyon fontos. Ez egy kedvenc téma. Kedvenc téma. Mit üzensz a kedves nézőknek? Ugye most már ez egy trilógia volt, ugye átvettük az emésztőrendszert, és igazából szerintem óriási tudást tudtál átadni az embereknek. Hát csak egy töredéke, és valaki elgondolkodik, akkor azt már elértük a célt. Nem az a lényeg, hogy mi elmagyarázzuk neki, hanem itt elinduljon valami, és akkor menjen utána. Menjen utána, mindig azt mondja, hogy menjen utána, rakja össze. De hát én nem tudom. Tanulni kell, mai világban mindenki. Ha életbe akarunk maradni, bizony tanulni kell. Hát ha fejlődnek a betegségek, meg egyre több méreg van, akkor a tudásnak is fejlődnie ez kell, hogy ezeket a betegségeket és a méregeket kiküszöbölje az életünk. Igen, és ezt meg lehet
meg lehet találni, meg lehet, ha az ember elgondolkodik, hú, erről ez is egy olyan téma, hogy órákig lehet beszélni. Na, utolsó kötekedő kérdés, hogy áll a könyved, amit most már 5 éve ígérkeztek el? Sehogy. Sehogy. Hát, amikor nyugdíjba, jövőre nyugdíjba megyek. Persze, most, persze. De komolyan. Most 45 éves korban nem engedik nyugdíjba az embereket. De jó, köszönöm. Igen, nyugdíj intézettől kaptam, hogy most már jövőre 64 évesen mehetek nyugdíjba. Azért mondtam a 45-öt, mert 45 plusz áfa plusz vagy, áfa, és akkor csak az áfát visszakérted. Nagyon jó, van, szuper. Jó. Na, kedves nézőknek is ezt kívánom akkor, hogy az áfát vissza tudják kérni az életükbe, és 60-ig Alina példája legyen az, hogy reggeltől estig dolgozik, rengeteg energiája van tanulni, mert aki ma nem tanul, az lemarad, rengeteg energiája van tanítani, az mellett csodálatos feleség, csodálatos nagymama, bocsánat ezeket a privátokat. Igen, van egy 2 éves kis unokám, igen. És ez az életcél, hogy az élet minőségünk, az életünk legkésőbb határáig megőrizzük, mert ettől van értelme az életnek. Az így van. Mit ér az élet, hogyha ilyen vagy, már csorog a nyálad, meg tisztába raknak az már. Van. Azt köszönöm, arra nem fizettem be. Jó. Na. Akkor gyertek velünk, minél többet szeretnék látni a Galina tanfolyamán, nem ígérem, hogy nem leszek ott, és akkor ott letolhatok személyesen, hogy miért nem hagyom Galinát beszélni, de ott ki fogja magát beszélni. De ezeket a kérdéseket nem én teszem föl, hanem a néző, aki ott ül a háttérben, mert én ilyet is kapok, ő mindig mondja, hogy jaj, de jó, pont azt kérdezted meg, amit én is kérdeztem volna. Mert... Na most egyébként, ha már beszélünk erről, hogy a terveinkről, vagy a terveimről, én most nyáron azt akarom csinálni, hogy indítani egy Facebookon egy olyan zárt csoportot, hogy túlsúly is a igazi okok, hogy tudunk fogyni egészségesen, hogy tudunk mondjuk testépítés egészségesen, nem biztos, hogy az mindig megoldás, hogyha valaki fogyni akar, akkor egy nehéz fizikai gyakorlatokat, meg a fitness mind halálik, hanem ezt lehet okosan is csinálni. És... Na, mi lesz a csoport neve? Hát én még nem tudom. Már most tudod, én vagyok a izé keresztapa. Jó, akkor majd igen. A Galina tudás megosztó. És akkor abban minden belefér egyébként. Jó, most jó? Erre rá hazamért csináld meg, mert a kedves nézőm már is keresni fogja. Aha. Meg a hacker is, hogy utána tudás, Galina tudás megosztó. Jó. És akkor ebben semmi nagyképű dolog nincsen. Jó. Mert akkor te is ott vagy meg a tudás, és akkor ez így jó. Na, én köszönöm, hogy még ezt is el tudtuk mondani, és... Ebben a zárt csoportban én is ott leszek veled, aztán majd lesz időm, akkor majd beszélgetünk. Szeretettel várlak, meg mindenkit, aki kíváncsi arra, hogy lehet. Jó. Sok minden okosságot fogunk ott átbeszélni. Jó. Nagyon köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket. VNTV-t, a Viva Natura televíziót láthattatok. Hamarosan egyébként készülünk egy olyan dologra, hogy a weboldalainkról, a filmeket sokkal gyorsabban le lehet tölteni, hogyha YouTube-on nézitek. Tehát nálunk találjátok meg az írásos információkat, de a linkeket már a YouTube-ról fogjátok nézni, mert mutassák így megosztani a nézettségünket, mert itt van 20 ezer, ott meg 50 ezer, de YouTube-on meg egybe látjátok, meg mi is egybe látjuk a kommenteket. Ez csak egy kis előzetes információ volt, ha ilyennel találkoztuk, akkor tudjátok azt, hogy ez szándékos volt a részünkről. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. És akkor hamarosan fermentálunk, viszontlátásra.